Egy új programnak köszönhetően szociális bérlakásba költözhetnek hajléktalan emberek Újpesten, melyekből az elsőt július 4-én adták át új lakójának. Július 4-én ünnepélyesen és immáron hivatalosan is átadták az első olyan ingatlant, melyet az önkormányzat bocsátott rendelkezésre, hogy az eddig ártérben felépített kunyhokban élő hontalanok bérlőként megkaphassák. A hontalan emberek költözését és egyben most már önálló életük alapjainak megteremtését a Habitat for Humanity Magyarország és a Twist Olivier Alapítvány kísérte és kíséri figyelemmel, valamint segíti is. A költségeket az Action Deutschland Hilft finanszírozza. A projektet magát ugye a német testvérszervezetünk, a Habitat for Humanity Németország támogatása tette lehetővé, amelyet arra kaptunk, hogy árvízkárosultakon segítsünk. Több projekt is megvalósult ebből a támogatásból. Így aztán adta magát Újpest, hiszen az volt a cél, hogy ezek az emberek, akik már beilleszkedtek egy kerületben, és tudták, hogy milyen szolgáltatást hol kapnak, milyen munkalehetőséget hol találnak, ezek ugyanott folytathassák az életüket. Ez minél elesette valaki, annál fontosabb, hogy ha lehet, akkor ne ragadjuk ki az eredeti környezetéből. És hát volt egy másik ok, amiért Újpest lett az egyik legfontosabb partnerünk ebben a projektben, az pedig az önkormányzatnak a nyitottsága volt. És ahogy azt alpolgármester úr is említette, nyilván mások a szempontjai egy önkormányzatnak, mások a szempontjai egy civil szervezetnek, de ebben a célban, hogy emberek emberhez méltó, megfizethető, biztonságos lakásban éljenek, ebben a legelejétől egyetértettünk, és ez lehetővé tette ezt az együttműködést, és ezúton is nagyon köszönöm az önkormányzatnak ezt a segítséget. Nagy István alpolgármester kiemelte, hogy rendkívül fontosnak tartja a lakhatási szegénység orvoslását, így intézkedései alapján a kerületben az eredeti, egy vagy két lakásos elképzelés helyett összesen 5 önkormányzati lakás kerül átadásra a program keretein belül. A Habitat for Humanity munkatársai kerestek meg minket azzal, hogy az első két lakhatás programban próbáljuk megsegíteni az Újpesten, a Népszigeten, ártéri területen élő hajléktalanoknak, olyanoknak, akiket tavaly az árvíz kiöntött, és hát ugye ezt a hajléktalan életformát újra kellene kezdeniük, vagy valamilyen önkormányzati segítséggel esetleg újpesti polgárként tudják tovább folytatni az életüket. Ahhoz, hogy valaki ilyen bérlakáshoz juthasson, sok feltételt figyelembe vettek, aminek meg kellett felelni, és természetesen ez különböző kikötésekkel is járt. Azért szabtam néhány feltételt, és ezek között a legfontosabb az, hogy akik beköltöznek a lakásokba, azok bérlőkké válnak. Ez azt jelenti, hogy a bérlői kötelezettségeket is teljesíteni kell, fizetni kell a lakbért külön szolgáltatás díját, és az együttélés szabályát is be kell tartani, és természetesen együtt kell működni az előbb említett alapítványokkal. Mert azért ez egy roppant nehéz kérdés, mert hogy mit jelent a hajléktalanság, az egy értékrendi kérdés. És én, aki 22 éve foglalkozom Újpesten lakásügyekkel, azért az én számomra a hajléktalanságnak az egyik formája az, amikor családok, mondjuk egy panellakásban felnővő generáció együtt él a szülőkkel, több esetet ismerek, ahol nagyszülőkkel. És ugye a mindennapos konfliktus helyzet a zsúfoltság miatt kialakul. Tehát számomra egyébként ők a legfontosabbak. De természetesen ebben az esetben azért itt olyan lakásoknak az átadásáról van szó, amelyekről egyébként az újpestiek már lemondtak. Ha szabad ezt mondanom. Az első ingatlan új lakója, Székely Antalné Erzsike, szinte szavakba ki sem tudta fejezni háláját. Egyből már sírtam is, mondom, ezt nem akartam elhinni, hogy én légit kapok egy kis lakást, kis bérlakást, ami nekem nagyon öröm. Erzsike 3 évig élt az utcán, de kezdettől fogva azon volt, hogy ezen változtasson. Rengeteget járt utána, kérvényeket adott be, hogy javuljon a helyzete, és megoldást találhasson a problémájára. Már próbáltam is, hogy a visszolvízni sokban segített nekem, mert hát hajléktalan vagyok, és nekem hozták a teját télen, nyáron, ezt-azt. Úgyhogy én csak sátorban éltem, hogy nagyon szeretném, ha én abból kijönnék, meg minden is így sikerült, hogy megpályáztuk a bérlakást Újpesten. Az említett Twist Olivier Alapítványnál pedig több pályázó fedél nélkül is akadt a lakásokra, ami az egyik legfontosabb volt talán a motiváció a váltásra az elbíráláskor, ugyanis sokaknál ez egy idő után már sajnos hiányzik. 8 pályázat érkezett be, ami 10 embert jelentett, tehát az ügyfélkörnek az 1/3. Nyilván ezt lehet boncolgatni, hogy miért pont
egyharmad és mérlegen kevesen. Nyilván azért látni kell, hogy ez egy nagyon nagy váltás egy utcai létforma után, sokkal nagyobb kötöttség, bezártság, olyan körülmények, amik ott azért nem voltak meg, a szabadság eltűnik, illetőleg nyilván anyagi vonzatai is vannak ennek. Tehát 8 pályázat érkezett, és innen kellett eldöntenünk, hogy ki legyen az öt ember, aki ezekbe a lakásokba be tud költözni. Itt a legfontosabb szempont számunkra az ő motiváltságuk volt, az, hogy ez mennyire cél számukra, az, hogy lakásban lakjanak, ez ne egy ilyen kényszerűség, ne egy ilyen velejáró legyen, hogy akkor ilyen adhok módon akkor ezt bevállaljuk, ha már a szociális munkások mondják, hanem ezt valóban szeressék, és valóban cél legyen. Motivációban pedig Erzsikénél nem volt hiány, kitartása célt ért. Időskoromra ne kerüljek már, ne legyek én az utcán, mert az már nagyon rossz már. Már nem lehet megszokni, mert állni ebbe a korba. Nagyon köszönöm az önkormányzatnak, és úgy hozzásegített ehhez, hogy én boldog lehessek, hogy egy bérlakásban akkor is. A nyugdíjamból ki tudom fizetni, hanem a kicsit akkor dolgozgatok is. És nagyon szeretném, ha boldogan éljek még itt. A szomszédok szimpátiáját az asszony már első napon elnyerte, akik elmondták, Erzsike teljesen beleillik a közösségükbe, és örömmel fogadták azt is, hogy régóta romos, elhagyatott kislakás végre teljesen felújított, gondozott otthonná változtattak ismét. Mindez nem csoda, hiszen bennünket is szívesen vezetett körbe és mesélt tárgyairól. Kismaci a kisfiúval, az a kedvencem. Vélem volt mindenhol. Minden mellettem, ott őrizgettem a sátramba, ott volt, talagattam, simogattam, egyszer csak sikerül egy kis lakás, hogy jó helyre kerülünk. Ez anyukámnak az emléke még. Abban pedig, hogy ez véglegesen így is maradhasson, segítség akad a továbbiakban is. Követjük a beköltöző, most már újpesti lakásbérlőknek az életét, és amennyiben elakadnak, akkor megpróbálunk segítséget nyújtani ahhoz, hogy ezt a lehetőséget, ezt a lakást meg tudják őrizni. Nagy István stábunknak elmondta, siker esetén az önkormányzat nyitotta jelenlegieken felül is további lakások felajánlásával a program folytatására. Mindemellett kihangsúlyozta azt is, hogy a lakhatási szegénység problémáját nagyon fontosnak tartja, és ezen belül is kis alapterületen több generációs együttélés kérdésének megoldását is lényegesnek tekinti.